Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok, ez pedig a Happy Death című játéknak az átbeszélő videója. Na hát túl vagyunk egy igencsak kellemes játékon, íme a természetvédelmi terület, amit végül sikerült összehozni. Van itt mindenféle élőhely, vizes, füves, erdős, azokon mindenféle állat, növény, vannak kapuk, táborhelyek, még turistáink is vannak. Egyedül őrtornyaink nincsenek, mert hát azokból egyetlen egyet sem sikerült lerakni, már hozzáteszem, hogy nem is jött őrtorony, amit lerakhattunk volna, úgyhogy én szerintem ez nem rajtunk múlt, ez most így sikerült, de cserébe majd az átbeszélés végén megmutatom nektek, hogy hogyan lehetett volna egy őrtornyot pontozni, hogy azért az sem maradjon ki. Na hát, hogyha minden igaz, akkor a 70 pontunkkal éppen, hogy elértük a legendás Ranger szintjét, ami nekem egyébként kifejezetten öröm, mert az eddigi játékaim során az egyen alacsonyabb szintet ütöttem meg mindig, ami az Expert Ranger, úgyhogy nekem ez tényleg nagy öröm volt. Na, hát akkor én szerintem nézzük is a játéknak az egyes pontjait, ahogy szoktuk, kezdve a komponensekkel és az alkatrészekkel. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon lehet belekötni az alkatrészekbe. Ahogy láthatjátok, meg hát láthatátok is a végigjátszás során, a játék igazából lapkákkal dolgozik, lapka minden mennyiségben van, ezek minősége nagyon szuper, tehát a lapkáknak a keménysége, vastagsága, mindegyik lapkának, tehát ezek nagyon-nagyon szuperek, a méretük szerintem nagyon jó, a rajtuk lévő információ nagyon jól látszódik, tehát tényleg csak annyi információ van minden lapkán, amennyinek lennie kell, ugye a pontszám, a feltétel, meg ott van ugye a adott állatnak a neve, hát természetesen angolul, de más nincs, meg ugye maga ugye az állat is. Nagyon szép a grafika egyébként. Kikészítettem pár lapkát ide, hogy megmutassam nektek. Tehát egyébként itt is láthattátok, sőt, lehet, akkor egy kicsit ide is közelebb jövök, és akkor mutatok még párat. Nagyon szépek lettek egyébként. Tényleg jó ránézni, azt kell mondjam. Nagyon szépek ezek a lapkák. Úgyhogy egy gyönyörű játékról van szó. Úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy piros pontot tudok adni, ami a alkatrészeket illeti, és különös tekintettel ugye a lapkákra. Na, nézzük akkor tovább, mi van még itt. Hát ami az alkatrészeket illeti, ugye itt vannak még ezek a kis tokenek, de hát ezek ugyanolyan kis karton elemek, mint a lapkák, úgyhogy azok is nagyon jók. Aztán itt vannak nekünk a jipek. Hát ezek nagyon szuperó ki vannak dolgozva, meg is mutatom nektek ezeket is, egy pillanat. Ezt is így közelebb hozom, mert van itt egy érdekesség, nem tudom, hogy rájöttök-e mi az, de nézzétek meg, hogy tényleg milyen szuperul ki van dolgozva ez is, meg itt van ez is, ezeket még nem szűri ki a kamera, és az érdekesség az az, amit én nagyon-nagyon szeretek látni a játékok esetében, sajnos nem sok játék él ezzel a dologgal, hozzáteszem, ennek a játéknak nem lett volna nagyon szüksége arra, hogy éljen vele, és ez pedig nem más, hogyha megnézitek, itt a fehér jippen, amit használtunk, itt van ez a jel, ami ugyanott van, mint a kezdő lapkánkon is, és ott van a pontozó lapkán is. Tehát, hogy igyekeztek figyelni azokra az emberekre, akiknek mondjuk a színekkel problémájuk van, és ez tényleg nagyon-nagyon dicséretes. Én ezt nagyon-nagyon szeretném látni más játékoknál is, és hangsúlyozom, hogy ennél a játéknál tényleg nem lett volna szükséges, hogy ezt megtegyék én szerintem, mert ténylegesen a színek ezekből állnak csak, és minimálisan befolyásolják, és hozzáteszem én szerintem egyébként egészen jó színeket választottak a jipeknek, szóval nem hinném, hogy nagyon probléma lenne ezekből, de fel is dobják egyébként minimálisan a játékot, hogy ezekre is figyeltek tényleg, hogy minden jipnek megvan a maga kis jele. Talán, hogyha nagyon kötözködni akarnék, akkor azt tudnám mondani, hogy nyilván, amikor többen vagyunk, meg nem kell kamera, akkor ugye a jippeket lehet így raknánk le. Lehet, hogy a tetejére is jó lett volna azért, hogy ott legyen ez a jel, de ez tényleg már csak egy kicsit ilyen kötözködés. De azért látszik, hogy nagyon-nagyon odafigyeltek a részletekre. Aztán, mi van még itt? Ja, igen, a másik dolog, ami nekem kifejezetten tetszett, a pontozó tábla. Szuper ötlet egyébként, hogy ugye egy ilyen táblát adtak, amire fésztollal lehet írni, és akkor le lehet majd törölni, nem pedig egy ilyen pontozó tömböt, ugye lapokkal, hogy aztán ráírjuk a neveket, aztán azokat mindig kitépjük, eldobjuk, és akkor végén elfogy. Nyilván ilyen játékok esetében egy ilyen lapkát ugyanúgy le lehet laminálni, és akkor hasonló módon tudunk eljárni, de szerintem nagyon jó, hogy már alapból gondoltak erre. Mondjuk hozzáteszem, a kiadónak van olyan játéka, ami ugye ez a Roll and Write, és azt pont így oldják meg, szóval kézenfekvő volt a döntés, de mindenképpen dicséretes, hogy éltek is ezzel a lehetőséggel. Na most
Talán egy alkatrésznek a megléte az, ami egy kicsit kérdéses, legalábbis egy fős játék esetén mindenképpen ezt említettem is, hogy erre nem nagyon van szükség, egyébként nagyon szép lett ez is. Több fős játék esetén erre mondjuk szerintem jobban szükség van, mert hogy több fős játék az úgy néz ki, hogy ugye annak függvényében, hogy hány fővel játszunk, ugye használni kell egy ilyen táblát, van ebből még egy, ugye 3 és 5 főre, és akkor itt látható az előkészületeknél, hogy mennyi lapkát kell, erre a két oldalra rakunk ilyen céllapkákat, és akkor itt lehet látni, hogy 3 év ugye a játék, és akkor az első év az 10 forduló most, aztán 7-7, és akkor lehet, hogy sokkal könnyebb ennek a segítségével ezt külön-külön számolgatni, mint hogy mindig összeszámolni, hogy akkor 10 lapka, meg 7 lapka, stb. De azt is látni kell, hogy meg lehetne oldani a forduló számlálást, anélkül is, hogy ez meg lenne, de tény, hogy ezért könnyebbé teszi. De ha már egyetlen egy kritikát azért meg kellene fogalmazni, akkor a zsáknak a mérete lenne az egyébként. Maga a minőség egyébként nagyon szuper, hát látjátok, hogy milyen szuperú ki van dolgozva, csak hát a mérete, főleg egy vagy két fős játék esetén azért rengeteg lapka van, tehát nézzétek meg, tehát még mindig rengeteg van benne, úgyhogy már azért kivettünk jó párat, és pár itt is van egyébként, amit itt előkészítettem, hogy megmutassam nektek ugye a képeket, a grafikát. Szóval a lényeg az, hogy az első két forduló, vagy három forduló, nem is tudom azért, hogy egyre jobban jöttek ki a lapok, akkor már úgy rendben volt, de a játék elején azért tényleg nagyon-nagyon tele van ez a zsák, úgyhogy egy icipicit lehetett volna nagyobb. Na, hát én szerintem ennyit az alkatrészekről, és akkor menjünk tovább a nyelvfüggőségre. Ami a nyelvfüggőséget illeti, egyfős játék esetén majdhogy nem azt merném mondani, hogy nyelvfüggetlen a játék. Egyfős játék esetén egyedül egy dolgot kell úgymond valakinek tudnia, vagy hát mondhatni inkább úgy, hogy megkülönböztetnie, és akkor ezt meg is mutatom, de ezt említettem is, ez a turista lapka. Csak ezen van szöveg, ami befolyásolja a játékot. Itt kell különbséget tenni a két lapka között. Ugye, mint mondtam, van olyan turista lapka, ami azt mondja, hogy az adott élőhely, amihez tartozik a lapka, ott kell megszámolni, hogy hány lapkából áll az élőhely, és akkor annyi pont, mint jelen esetben itt, ugye ezért volt ez 4. Vagy van olyan lapka, ami azt mondja, hogy számoljuk meg a természetvédelmi területünkön lévő összes ilyen típusú élőhelyet. És ha mondjuk én ezt leraknám ide, akkor ez egy erdő lenne, ez egy 4 lapkás erdő lenne, és nincs több erdőnk, tehát akkor összesen ez 2 pontot érne. És ezt a két lapkát kell megkülönböztetni, onnantól kezdve tényleg lehet játszani a játékkal. Többfős játék esetén már nem ilyen egyszerű a helyzet, mert hogy, mint említettem, bejönnek ugye ezek a lapkák, és akkor ide kell két oldalukra rakni ezeket a ilyen céllapkákat, és hát ezen azért vannak úgymond ilyen szövegek, amiket nyilván értelmezni kell, de mondjuk olyan sok céllapka én szerintem nincs, hogy ezeket mondjuk ne lehessen leírni, meg hozzáteszem, hogyha csak egyetlen egy ember tud angolul, akkor egy játékban összesen 6 céllapka van, szóval el lehet mondani, hogy melyik mit akar, meg hogyha megnézitek, én is mutatom, azért itt is igyekeztek a jelölésrendszerrel minél jobban kommunikálni, hogy most mit is akarnak, de ettől függetlenül nyilván ott kell a szöveg. De itt például ugye ez azt mondja, hogy a legnagyobb ilyen élőhely, és akkor azt kell pontozni, akinek a legnagyobb van, akinek a második legnagyobb van, akkor itt pont az van, hogy a legtöbb élőhely, tehát nem a legnagyobb, hanem a legtöbb, akkor itt ugye a leghosszabb sor, ilyen megszakítás nélküli, akkor itt ugye meg kell számolni itt a széleket, úgyhogy van itt minden, itt például a legtöbb olyan élőhely, ami egyetlen egy lapkából áll, szóval ügyesen megoldották egyébként, hogy ezekkel a grafikákkal azért támogatják a megértést, de látni kell, hogy itt van némi nyelvfüggőség. Szóval igazából ennyi. Aztán a tanulhatóság. Hát én szerintem láttátok, egy nagyon-nagyon egyszerű játékról van szó, legalábbis ami a szabályokat illeti. Mint mutattam is az előkészületek során, ennyi a szabály. Tehát konkrétan ami itt van, itt már ténylegesen itt képeken mutatja a példákat, szóval az egész szabály ennyi, mert ez itt tényleg a komponensek, a előkészületek, ez meg már a pontozás. Szóval annyira volt tényleg bonyolult a szabály, hogy megyünk, elvesszük, odarakjuk, meg húzunk egyet, és kész. Meg nyilván az, hogy amikor megyünk, akkor a kocsinak merre kell állni. És igazából ennyi.
néhány szabály van, ami a lapkákhoz kötődik, például, hogy itt a ilyen fehér széleket úgy kell tekinteni, mint egy határvonal, tehát ide nem kerülhet lapka. De ténylegesen ennyi az összes szabály. Aztán akkor még azon gondolkodom, hogy ezzel a szabálynál mindenképpen meg kell jegyezni, hogy nyilván a pontozásnak a lényege, ahogy említettem is, itt jelenik meg a játéknak az, hogy mennyire okos játék, és anélkül nem nagyon lehet játszani, tehát hogy hiába megtudom a szabályt, de hogy jól is tudjam játszani, ezt mindenképp előtte át kell nézni. De ezek sem bonyolultak. Tehát, hogyha megnézitek, amikor átbeszéltük őket, szerintem nem voltak bonyolultak. Úgyhogy még mindig azt merem mondani, hogy egy nagyon egyszerű, könnyed, de nagyon okos játékról van szó. Ami egyébként könnyen tanulható. Újrajátszhatóság. Hát, látjátok, mennyi lapka van, meg hát most éppen hogy fogjuk kirakni a lapkákat, most hogy fogunk majd menni a jeepünkkel, éppen melyik kezdő lapkánk lesz, mit hova fogunk rakni, melyik állatot húzzuk, szóval végtelen újrajátszhatóságú, bármennyi játékos szám esetén. Nyilván több fős játék esetén még bejönnek ezek a céllapkák, szóval végtelen újrajátszhatóságú. Egy nagyon-nagyon jó játékról van szó ilyen szempontból is. Taktika, stratégia, na hát ez egy érdekes dolog. Egyértelműen van benne egyébként szerencsefaktor, nem kevés, mert hogy nyilván mit húzunk, viszont még egy fős játék esetén azért itt is lehet látni azt, hogy elég sok lapka van lent ahhoz, hogy meg tudjuk tervezni úgy az útvonalat, hogy amikor lerakosgatjuk a kis állatainkat, tehát láttátok, mi is ezt tettük, ugye megterveztük, hogy akkor először megyünk ide, meg ide, mert akkor majd az valamikor majd jó lesz, de a másik lapka meg majd ezt fogja segíteni, amit ide raktunk le. Tehát lehet benne nagyon komolyan tervezni, sőt, kell tervezni egyébként. Ha nem terveznénk, akkor nem nagyon lehetne jó pontokat elérni. És látjátok, vannak olyan állatok, aminek nagyon komoly feltételei vannak. Tehát például itt volt ez a flamingó, ennek ugye három sivatag kellett, meg három erdő. És nyilván azokat úgy kellett lerakni, de figyelni kellett arra is, hogy legalábbis jó esetben kellett volna, mert emlékeim szerint ezt meg is terveztük, hogy ez majd meg lesz ez az 5 pont, aztán végül nem úgy raktuk le. Na, tehát nyilván ember tervez, aztán ez lesz belőle. De a lényeg az, hogy kell, nagyon is kell benne tervezni. És minél okosabban tervez valaki azokból, ami itt van, tehát azért egy taktikai döntésről van szó bizonyos értelemben, mert azt is látni kell, hogy amikor mentünk folyamatosan, mindig jöttek az újabb, jobb és jobb lapok, és akkor nyilván, hát valahogy vissza is kéne menni, szóval én erre is azt mondanám igazából, hogy egy nagyon-nagyon kellemes elegye a taktikának és akár a stratégiának is. És inkább itt azt mondanám, hogy a játék elején, mikor még látjuk ezt, egészen úgy a játéknak a feléig, vagy egy kicsit a fele után, még ténylegesen mernék stratégiáról is beszélni, azok alapján, amiket látunk, hogy akkor mit fogunk tudni még kihozni belőle. Utána már, ahogy a játék vége felé megyünk, ott már taktikai döntések vannak, tehát ott már be kell fejezni a dolgokat. Tehát ott már nem nagyon tervezünk előre, hanem megnézzük, hogy jó, akkor az még oda, és akkor ha még éppen jön ki egy jó lapka, akkor azt még éppen le fogjuk tudni tenni, de nyilván az már nem tervezés eredménye. Szóval ilyen minimális stratégiát azért én belelátok ebbe, és érződik is számomra. De ezt majd döntsétek el ti is a végigjátszás által, hogy nektek ez mennyire jött át. Nekem abszolút benne volt, tehát ez egy ilyen jó kis elegye a taktikának és a stratégiának. Többfős játék esetén az egy érdekes dolog lehet egyébként, mert hát hogy nézitek, ugye két fős játék esetén ez egy 4x4-es, tehát plusz egy sor, és ott ketten kell mennetek. Picit közelebb hozom, hogy lássátok. Tehát ott már két jeep megy. És ott bizony azért megy a lopkodás, tehát azért ennyi a interakció van egyébként a játékban, pontosabban nem csak ennyi, hanem figyelni kell azt is, hogy mit csinál a társunk, mert ugye itt van két célkártya, aztán van megint két célkártya, aztán megint két célkártya, és nyilván ott szeretnénk az első helyeket elvinni, mert ahogy láthatjátok, kétfős játék esetén a második helyért nem jár pont, csak az első helyért. Szóval ott nagyon komoly verseny folyik, és nyilván, amikor egy ilyen célkártyát látunk, lehetséges, hogy van olyan célkártya, ami, hogy mondjam nektek, ami ténylegesen valamilyen lapkákra megy rá, és akkor bizony ott is mehet a verseny. Egyébként, mert hát nyilván az olyan lapkákat mindenki észre fogja venni, ami viszonylag sok pontot ér, meg nem olyan nehéz megvalósítani. Szóval verseny minden szinten lesz. Itt négy fős játék esetén azt nézem, hogy a négy sor megmarad, 1, 2, 3, 4,
és akkor két oszloppal egészül még ki, tehát egészen nagy helyen kell menni, de azért, na most képzeljétek el, amikor négy ember elkezd ott lopkodni mindent is, én is mutatom nektek, hogy hogy néz ki ötfős játék esetén, már lehet, hogy azt nézem, hogy lehet, ezt ide kellett volna tenni, tehát ez a négy fős játéknak a setupja, így néz ki három főnél, és akkor az a kettő fős, az meg az öt fős. Szóval öt főnél már tényleg elég nagy a pálya. De hát ott már öt jeep megy. Szóval így néz ki, amikor többen játszottok. Tehát egyértelműen van interakció a játékban, nem kevés. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok interakcióra. Nem is beszélve, hogy nyilván amikor mi megyünk, és oda lerakunk egyet, lehet, hogy valaki pont ott van mögöttünk, neki az jó lesz. Szóval lehet, hogy pont nyilván itt a szerencsefaktora próbálok utalni, hogy azzal segítünk valakinek, hogy mi elmozdulunk és mi fogunk neki húzni egy nagyon jót. De hát nyilván ebben a játékban benne van, tehát már maga a zsák, maga a szerencsefaktornak a meglétét bizonyítja, de egyébként annyira nem vészes, mert nagyon jól ki vannak találva egyébként ezek a lapkák, hogy hogyan lehet ezeket összerakni. Szóval én nem éreztem annyira, hogy mondjam, frusztrálónak, hogy jaj, most mi lesz, jaj, most mi lesz. Láttátok, nem hoztunk ki őrtornyot sem, pedig az is egészen jó pontoz, és megvoltunk nélküle, tehát volt más, amire rá lehetett menni. Na, egyébként a mechanikákat majdnem át is néztük, tehát ugye ezek a lapkalájezések, a mindenféle, hát mondhatni ilyen minta, ilyen gyűjtögetős, hogy éppen hogy rakjuk le, egyébként nagyon-nagyon kellemes szerintem, tehát nekem kifejezetten tetszik. Az is nagyon jó ötlet, hogy tényleg ezek a pontozó tokenek. Hozzáteszem, hogy a kapukra is kellett volna rakni, mert ugye ezek segítenek abban, hogy a játék végén minél gyorsabban tudjuk pontozni a dolgainkat, hogy nagyon keverjük össze azokkal a dolgokkal, amiket nem pontozunk. Úgyhogy ezek is szerintem jó ki vannak találva, tehát nagyon látszik egyébként, egy nagyon-nagyon ügyesen átgondolt játékról van szó. A téma szerintem kellemes, hát nyilván mondhatni egy ilyen absztrakt játék, mert azért mégiscsak egy ilyen absztrakt, de annyira itt van egyébként a téma, amennyire kell. Tehát abszolút, ahogy építjük ezt a kis természetvédelmi területet, igyekszünk megfelelni a kis szabályoknak, és a játék végén szinte életre kell, amit itt terveztünk. Tehát tényleg nagyon-nagyon szuper, és engedjétek meg, hogy itt még befejezésként akkor itt megmutassam nektek. Mert igazából én nem is nagyon szeretnék már több mindent mondani, szerintem amit lehetett elmondtam a játékról, nekem nagyon-nagyon tetszik, és akkor befejezéssel még ugye adós vagyok egyetlen egy dologgal, a őrtorony, hogy hogyan lehetett volna pontozni. Hát többféle őrtorony van, ezeket most így kiválogattam, mielőtt elkezdtem volna a videót. És ahogy említettem is, az őrtoronyok úgy pontoznak, hogy annak függvényében, hogy mely lapkák vannak megjelölve az őrtoronynál, azokat pontozza. Tehát például, hogyha mondjuk lenne nekünk itt egy őrtorony, akkor ezért az őrtorony, miért úgy kaptuk volna a pontot, hogy két pontot kapnánk minden olyan állatért, amit ténylegesen pontoztunk. Tehát ez két pont, akkor ez összesen már négy, meg egy pont minden virágért, akkor az lenne az ötödik pont. Ez az állat, mivel nincs pontozva, ez nem számít, ez ilyenkor nem számít. Vagy hogyha itt lett volna ez az őrtorony, és ezt egyébként lehetne így is rakni, tehát mi döntjük el, hogy hogy rakjuk. Ha én például ezt most ide raktam volna, és de jó is lett volna, hogyha inkább egy ilyet raktunk volna le, mondjuk ide, akkor innentől kezdve az egész sort pontozhattuk volna, és akkor itt minden egyes állat egy pont, minden egyes virág egy pont. Ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, ez 5 pontot számított volna nekünk, tehát ez az egy őrtorony. Úgyhogy ezek így működtek volna. Na, hát én szerintem akkor amit lehetett, azt elmondtam. Ha bármilyen kérdés merült fel bennetek, vagy valamilyen vélemény a játékkal kapcsolatban, írjátok meg kommentben, én pedig majd, ahogy szoktam, igyekszek mindenre reagálni. És akkor ennyi lett volna most, találkozunk a következő videóban.